Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy. Már egy igazi gyöngyszemmel készültem neked Pest megyéből. Tarts velem, ismerd meg Bencét, aki 26 éve a Fidesz szekerét tolja különböző pozíciókban, nagy elánnal. Bencét, akinek sok cége 10 milliókért adott tanácsot Rogánnak, a parlamentnek és a fejlesztési minisztériumnak is, éppen kinek van szüksége tanácsra. Csak ez egy kérdés, Bence mindenhez ért. Nézzük meg együtt Bence választó kerületét, ahol a Samsung iparüzési adóját éppen elstandolja a kormányzat, ahol ezerre épülnek stadionok, sportpályák és egyéb mészárosféle beruházások, bár itt Mészáros elázik egy kicsit, főleg vízben utazik, illetve szemétben. Szia hölgyem, szia uram, Tuzson Bence következik. Tuzson Bence 1972-ben született Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem magyar szakon, valamint az ELTE állam és jogtudományi karán végzett. Politikai pályáját jó korán kezdte, már 1989-ben az MDF tagja, később Antal József miniszterelnök ifjúsági tanácsadója lett. 1996-ban lépett be a Fidelitásba. Innentől különböző pozíciókban dolgozott, jó pénzért. Volt önkormányzati képviselő, 2013-tól pedig a Fidesz választókerületi elnöke Pest megye 5-ös számú választókerületében, ma is. 2014-től a térség országgyűlési képviselője és a Fidesz szóvivője lett, és meg sem állt a miniszterelnöki hivatalig. 2015-ben államtitkár lett, és azóta folyamatosan az. Azt kell tudnod róla, hogy mindenhez ért, most éppen a harmadik területet titkárkodja, mármint titkárkodja az államot. Volt felelős kormányzati kommunikációért, a miniszterelnökség közszolgáltatásáért, és 2020-tól pedig a miniszterelnöki kabinetiroda kormányzati államtitkár lett. Mindeközben persze a parlamentben is aktivizálta magát. Olyan okosságokat tud mondani, hogy az emberek biztonsága okán fontos a Paks 2-vel kapcsolatos szerződések titkosítása. Tehát, hogy ért, te vagy biztonságban, ha nem mondják el neked, hogy mi a helyzet. Logikus. A legfontosabbnak azért ebben az ügyben azt tartjuk, és arra kell koncentrálnunk, hogy az emberek biztonsága az mindenképpen megvalósuljon. De ha kell, megvédi a fertőtavi környezetszennyező beruházást is, mert ő ehhez is ért. Tudod, ez az a beruházás, aminek az azonnali leállítását követeli épp az UNESCO. És ne felejtse el azt, hogy állami tulajdonú ingatlanról beszélünk, hiszen a vízfelület, az a 60 hektáros vízfelület állami tulajdonban van. A Nemzeti Park is egy állami intézmény, sőt a projekttársaság is állami tulajdonú, ami ezt megvalósítja. És egy nyílt, transzparens eljárás keretében lesznek kiválasztva a kivitelezők is ebben az ügyben. Részben neki köszönhetjük azt a törvényt is, aminek következtében a Dunai látképet díszíthetik fel egy 120 méteres MOL székházzal. A hozzá nem értéséről és ízléstelenségéről ismert UNESCO ezt a projektet egyenesen rémületesnek nevezte, de ez nem számít, Bence mindenhez ért. Azért is felszól, ha kell, hogy miért olyan veszélyes a megélhetési bevándorlás. Nem a Londonba áramló magyarokról van szó, és nem is a letelepedési kötvénnyel behozott Fidesz migránsokra, hanem valaki másokra gondol. Nem várhatjuk meg az európai bürokrácia lassúságát. Nekünk fel kell lépni, és meg kell alkotni a saját magyar szabályainkat, hogy a magyar embereket megvédjük. De ezzel párhuzamosan ugyanilyen hévvel védi meg a letelepedési kötvényt a parlamentben. Tudod, ezek azok a kötvények, amiken keresztül 2018 végéig 6500 ember és az ő családtagjaik, tehát összességében közel 20 000 ember jutott élethosszig tartó magyar letelepedési engedélyhez, illetve tartózkodási engedélyhez, köztük egyébként köztörvényes bűnözők, titkos szolgálati emberek, meg úgynevezett gazdasági bevándorlók. És nem mellékesen a Fidesz közeli cégek 160 milliárd forinthoz, mármint hogy ők meg ehhez jutottak hozzá. Ugyanis a letelepedési kötvényeket kizárólag NER közeli figurák értékesítették. Az volt ugye a projekt lényege, hogy aki elég nagy mennyiségben, tehát több 100 000 euróért vesz államkötvényt, az megkapja azokat az engedélyeket, amelyekkel lényegében minden jog megilleti, ami a magyar, illetve az EU-s állampolgársággal együtt jár. Ez a rendes embereken túl viszonylag jól jön nemzetközi bűnszervezeteknek, titkosszolgálatoknak, kémeknek, szóval egyéb ilyen jó arcú csávóknak, csajoknak.
De magával a letelepedési kötvény kibocsátásával sem jár jól az állam, mondhatnám te. Egy tavalyi cikk szerint az akkor lejárt kötvény sorozat után 121 milliárd forintot kellett kifizetnünk. Megélhetési bevándorlóknak? Vagy hogy nevezi ezt a gazdasági bevándorlóknak? Bizony nekik a te pénzedből. Nem hiába Rogán Antal találmánya, ez is jó buli. Róla meg már tudjuk, jó régen előszeretettel üzletel bűnözőkkel. De vissza Tuzsonra, akinek a vagyonnyilatkozata alapján van egy Mátra-Szent Imrei hétvégi háza, félig az övé egy tihanyi nyaraló, és egy 3500 négyzetméteres beépítetlen telke is van. Ezentúl 40 millió forint értékben rendelkezik értékpapírokkal, szóval egész jól el van. Félig az ő tulajdona a Beta Consulting Kft., amiben a testvére az ügyvezető, és 96%-ban a Tuzson mérnöki iroda Kft. Is. 2002-ben alapította a Bici Tuzson ügyvédirodát, és a Fideszben erre vezetik vissza Tuzson jelentőségét. Ugyanis ez az az iroda, amelyik 2006-tól 2013-ig folyamatosan tanácsot adott például a Rogán vezető 5. kerületi önkormányzatnak, havi 250-400 ezer forintos összegért. Annyi csak a különbség a mai helyzethez képest, hogy akkor még az ő nevét viselte az ügyvédiroda, ma már a társájét, de nem fogsz meglepődni, így ma ezen a néven dolgoznak a belvárosnak, közel havi 1 millió forintért. Például közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi kérdésekben adnak tanácsot. Akkoriban nyilván jól jött ez Rogán Antalnak, bőven kellhetett a jogi segítség, ma pedig Szentgyörgyvölgyi Péter, a mostani belvárosi polgármester. Hát veheti igénybe ezeket a remek szolgáltatásokat. De Tuzson ugye több lábon áll, ahogy mondtam, ő az a fickó, aki egyrészt mindenhez ért, ezért mindenhonnan tud pénzt behozni. 2012-ben és 2013-ban például összesen több mint 85 millió forintot kaptak egyenesen a parlamenttől, az ügyvédi irodájából, a Kossuth tér felújításának jogi ügyeiben nyújtott segítségért. Ez azért nem olyan rossz pénz, szerintem ezért még én is, vagy akár te is tudnánk tanácsokat adni, például, hogy ne vágják ki a fákat. Ők csak megnyomták a ceruzát. Közben azért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is csordogál be pénz hozzájuk, olyan 3-5 millió forintért tanácsolgatnak egy-két dolgot, szóval Bence sok lábon áll, sok helyről csorog be a pénz. El van látva közpénzzel rendesen, ezt azt hiszem leszögezhetjük. De jönnek a nagyobb ügyek is, hiszen meg kell dolgozni azért a pénzért, ki kell szolgálni Orbánt. A kormány 2020-ban különleges gazdasági övezetként jelölte ki a Samsung akkumulátorgyár területét Gödön és környékén. Ők azt mondták, hogy a munkahelyek megőrzése érdekében. Ennek az övezetnek a tulajdonjoga ma a Pest megyei önkormányzat Göd helyett. Hogy mi volt ennek az értelme? Tök egyszerű. Hát az, hogy a Samsung által eddig Gödön befizetett iparüzési adót ne a nem fideszes kötődésű Göd, hanem a fideszes irányítású megyei önkormányzat kapja meg. Ilyen tök egyszerű. Ők ennek a pénznek a nagyobbik felét eltették, a kisebbik felét pedig nagyvonalon visszaosztották a gyár által leginkább terhelt településnek. És hogy hogyan reagált erre Tuzson Bence? Azt mondta, ezekben a rendkívül nehéz időkben az egészség, az életvédelme mellett meg kell tennünk mindent a már meglevő munkahelyek megóvásáért és további új munkahelyek létrehozásáért. Szép mondás, nem? Elveszem a pénzed, arra hivatkozva, hogy munkahelyeket adok neked. Hát köszi. Szerintem ezzel a rizsával nem sokan fognak jól lakni. A baj az, hogy nem tudják megenni. Az biztos viszont, hogy van olyan munkahely, amire Tuzson nagyon vigyáz, hiszen ő Orbán helytartója. Ott van például Orbán Viktor Mészáros Lőrinc nevén futó cégeinek hálója. Az ő cégei, ezek mind Orbáni, ugye 32 milliárdért csinálhat vízközművet ugyanennél a gyárnál. Eredetileg 12 milliárd volt a tervben, de hát kicsit megugrott és gyorsan hozzávágtak még 20 milliárdot. A gyár, ami ugye kiemelt gazdasági övezetben valósul meg, közben felzabált egy erdőt és egy rendelet 55 hektárnyi szántóföld felvásárlására, illetve kisajátítására kényszerítette az önkormányzatot. Ez még nyilván jól jöhet, hogyha egy kicsit megnőne a gyár időközben. Ez egy olyan gyár lesz egyébként, ahol éves szinten több tízezer tonna veszélyes anyagot használnak föl az akkumulátorok előállítása érdekében. Ehhez képest egyelőre nem mennek túl a dolgok arrafelé, mondhatnám úgy is, hogy ijesztő, ami Gödön történik. Az építésfelügyeleti hatóság egy idei évi ellenőrzése során azt tapasztalta, hogy a gyár két zónájában engedély nélkül folyik a gyártás. Kétszer volt, aki ellenőrizni, kétszer állapították meg, kétszer tiltották meg, és jól megbírságolták a gyárat. Összesen
1 millió forint bírságot szabtak ki. Igen, 1 milliót. Egy olyan beruházásnál, ahol csak a víz infrastruktúra létrehozására 32 000-szer drágábban dolgozik Orbán cége Mészáros nevén. Végül is kell a pénz a 60 pusztai majorságra, valamiből fel kell építeni a miniszterelnöknek ezt a kis haciendát, akinek ugye hát nincs megtakarítása, valahonnan kell szerezni valami kis lóvételre. Itt ajánlanám figyelmedbe, hát mondjuk azt, hogy a múltkori videómat, azt berakom ide, de onnan menj el a HVG 60 pusztai videójára, nézd meg. Na de vissza. Szóval ez a bírság azért valószínűleg nagyon nem riasztotta el a Samsungot, annyira nem, hogy a helyiek szerint a gyár azóta is működik, csak éjjeli üzemmódban, titokban. Na de van itt más is. Dunakeszi a Tuzson választókerületének legnagyobb települése, ahol a város polgármestere 2010 óta Diósi Csaba. Ebből következik, vagy hát látszik, hogy Diósi már polgármester volt, amikor Dunakeszi önkormányzata jóváhagyta az akkori cége a Turán BT 10 lakásos társasházra vonatkozó építkezését. És hát tudjuk, hogy milyen jó, ha van család, egy rendes fideszesnek, Csaba is ezek közé tartozik. Ebbe a házba, amire a saját hivatala adta ki az építési engedélyt a saját cégének, nem csak ő maga, hanem a gyerekei és az édesapja is beköltöztek. Diósi 2016-ban kiszállt az építető cégből, aminek vezetését a fia vette át, és felvette a csokot az egyik lakásra a saját maga által épített házból. Ügyesedés. Később a társasház 5 lakása Diósi Csaba, 5 pedig az édesapja nevére került. Diósi egyébként mérnök-közgazdász végzettségű ember, egy bizonyos Kompass világítástechnikai Kft-nél dolgozott 2007-ig, amíg alpolgármester nem lett. 2017-ben viszont ez a cég felszámolás alá került. Egy iszonyatos mázliuk volt, hogy addigra, 2011 óta már működött egy nagyon hasonló nevű Kompass Lighting Kft., ami azért szerencse, mert ez a cég alvállalkozóként részt vehetett Orbán másik pénztermelő projektjében. Igen, Orbán itt a Tiborc közeli pár Attilával és Mészáros Lőrinccel, hát vagy hogy őket használta Strómannak, velük pályázott, és az ő cégei konzorciuma nyerte el a 3 milliárdos dunakeszi iskolaépítést. Menő. Az új cég egyik tulajdonosa Turányi Balázs egyébként, és láss csodát, egy pont ilyen nevű kollega dolgozott a városüzemeltetési cégnél is, vagyongazdálkodási vezetőként akkoriban, ez nyilván kizárólag a véletlen műve. Minden nemű hasonlóság az kitaláció, vagy hogy mondják az ilyet. Család az család. Dunakeszi egyébként a sportcsarnokok városa. Az elmúlt években több, egyenként milliárdos beruházás készült el a városban, nagyrészt TAO-s és állami támogatós pénzekből. Tehát TAO-s pénzekből és állami támogatásból. 2017-ben adtak át egy új 1000 négyzetméteres sportcsarnokot, amit egy iskolafelújítás keretében húzott fel Orbán szokásos trómanja, Mészáros Lőrinc családi vállalkozása, valamint az említett Pár Attila tulajdonában lévő VHB nevű cég. Csak ez önmagában 3,7 milliárdba került nekünk. Két évvel később, 2019-ben 1,8 milliárd forintért kapott saját csarnokot a Szijjártó Péter által alapított városi futsal csapat. Mi más lenne szüksége egy városnak, mint egy futsal stadionra? De már 2019-ben, tehát ugyanabban az évben bejelentették a harmadik sportcsarnok megépülését újabb 520 millió forintért. Ezért mondom, Dunakeszi a sportcsarnokok városa. Ha csak ezt a három beruházást összeadod, mármint az értékét, akkor 6 milliárd forintot kapsz, ennyit húzott le Orbán különböző cégeken keresztül Dunakesziről. Miközben a város teljes költségvetése egy évre 8,5 milliárd forint. Érted? 8,5 milliárdból működik egy város, Orbán kiszipolyoz különböző támogatáson TAO-n keresztül 6-ot innen. Lényeg a megfelelő arányérzék. De ahogy Orbán jól irányítja a Tuzsont, úgy Tuzson jól irányítja Orbán cégei felé a pénzt. Veres egyház is mer nagyot álmodni, ha sportberuházásról van szó. Itt is épült kosárlabda és kézilabda csarnok. 2019-ben pedig az önkormányzatban elhatározták, most figyelj, hogy építenek egy röplabda csarnokot is. Csekély 1 milliárdból. Az egy másodpercig nem zavart senkit, hogy a helyi sportegyesületnek nincsen röplabda szakága. Valakik majd pattogtatnak ott labdát, az elég lesz. Elszámoljuk. A sporton kívül a választókerületet a hulladék lerakás ugye szövi át. Mondhatnánk egy szeméthegy.
A kerület több településen alakult ki botránya a hulladékszállítás és a veszélyes hulladékok illegális elhelyezésének gyanúja miatt. Ezek mögött rendszeresen a Sahó Kft. És Szűcs Gábor egyéb érdekeltségei állnak. Ez a Sahó Kft. 2016 óta Szűcs Gábor és felesége érdekeltsége. Ővék az a Szűcs Fuvar Team is, ami a környéken több településre szállít építési törmeléket. Igen, nem onnan el, hanem oda. Szűcsék cége szállította például Fótra a Városligetben elbontott Hung Expo épülete bontása után keletkezett sittet is. Hiába keletkezett bizonyítottan aszbeszt tartalmú építési hulladék a bontás során, a hatóság laboros vizsgálatára várni kellett, nem történt meg. A Városliget ZRT aztán kezdeményezett egy független vizsgálatot, így nyugodhatott meg mindenki a végén. Amellett, hogy Szűcsék Partos Sándorral, Fót volt fideszes polgármesterével is jó kapcsolatot ápoltak, a Pest megyei MSZP-hez is szoros szálak fűzik őket. A Sahó Kft.-t Molnár József ügyvéd képviseli, aki Szabó Imrének, a második Gyurcsány, illetve Bajnai kormány környezetvédelmi miniszterének volt a kabinet főnöke. Be vannak ágyazva mindenhova. 2016-ban nagy vihart kavart a Csömör határában található úgynevezett felső kopaszi lerakó ügye is, ahova a helyi környezetvédők gyanúja szerint szintén veszélyes, aszbeszt tartalmú hulladékot szállíthatott Szűcs Gáborék cége. Itt látszik igazából jól az a beágyazottság. Egy ellenzéki önkormányzati képviselő próbálta elérni, hogy a lerakott sít hatósági átvizsgálása történjen meg, azonban ezt az előterjesztést a képviselőtestület még napirendre sem volt hajlandó venni. Sem a kormánypárti, sem a szocialista, sem a jobbikos képviselők nem szavazták meg a javaslatot. Dunakeszi területén, az akkori homokbánya helyén egy másik hulladéklerakó van, amely körül 2018-ban alakult ki botrány. A helyiek por- és zajszennyezésre, illegális hulladéklerakásra és veszélyes hulladékok jelenlétére panaszkodtak. Kiderült, hogy a Sahó mindent megszegett, amit korábban szerződésben vállalt. Sem a hulladéklerakóhoz vezető út portalanítása nem készült el, sem az útmenti hulladékok eltávolítása nem történt meg. A Sahó ellen eddig 8 végrehajtást indított az adóhatóság, az utolsó június elején még zajlott. 2011 óta rendszeresen bünteti őket a környezetvédelmi hatóság pár százezer forintokra, de ez láthatóan nem annyira zavarja őket a működésben. Nyilván bele van kalkulálva az árba sokszorosan. Ezt is te fizeted. 2019-ben engedélyt kaptak a hatóságtól, hogy 2024 év végéig 550 ezer tonna úgynevezett inert hulladékot, azaz veszélyes anyagot elvileg nem tartalmazó bontási törmeléket szállíthatnak be, és dolgozhatnak fel a lerakóban. Na, ezért egy szeméthegy ez a körzet. Ahogy tudjuk, Orbán kirabolja az országot, miközben a valós problémákkal soha semmilyen mértékben nem foglalkozik. Minden választókerületben van egy politikai komisszárja, ahogy volt az a kommunista időkben is, vagy ahogy van a maffiának helyi főnöke. Itt Tuzson Bence az. Ő felügyeli azt, hogy a nagy beruházások elsősorban Orbánt gazdagítsák, és ő felügyeli azt is, hogy a lakosságot érintő kérdésekre látszatválaszok szülessenek, mint a Samsung 1 milliós bírsága, vagy a hulladéklerakással kapcsolatos néhány százezres büntetések iszonyú haszon mellett. Ismerős módszer, ismerős arcokkal. Így mindenki megkapja a jussát különböző csatornákon. Csak te szívsz, aki ott élsz. Tuzson Bence nem téged képvisel, hanem Orbán szolgálja hűen és az ő rendszerét. A miniszterelnök úr 1990 óta tagja a Magyar Országgyűlésnek, és annak rendje és módja szerint a magyar szabályok alapján mindig le is adta a vagyonnyilatkozatát, és ebben a vagyonnyilatkozatban a magyar törvények szerint mindenkinek a valóságot kell feltüntetnie, és ezzel alatt a 26 év alatt az ő által leadott vagyonnyilatkozatok azok a valóságot is tartalmazzák, így az ő vagyoni helyzete ennek megfelelően teljesen világos. Jövök még vissza ezzel a területtel is. Nézd meg addig az elindult NERPédiát, szerintem fontos kezdeményezés, hogy lásd, hogy összegyűjtjük Orbánék összes bűnét, az összes komisszárt, és felrajzoljuk azt a hálót, amiről szól Orbán rendszere. Nagyon megköszönöm, ha támogatod ezt a munkát. Itt jön egy következő kis videós etap, kicsit már elavult, mert azóta elindult maga a rendszer, de a lényeg, hogy elmondom, hogy milyen módokon és milyen ügyeket tudsz támogatni. Ebből tudjuk létrehozni azt a bűnlajstromot, amit NERPédiának neveztünk el, ami felrajzolja ezt a hálót, és talán közérthetővé teszi mindenki számára, hogy bizony egy maffia tartja kézben ezt az országot.
le fogjuk őket váltani 2022-ben, mi így együtt, közösen. Én pedig jövök szokás szerint, legközelebb egy Orbán reakcióval. Miket beszél? Szevasz! Ez a kis etűd azért készül, hogy ne kelljen minden videóban külön-külön unalomig elmondani azt, hogy támogass, hogy miért fontos ez, és hogy hogyan teheted, mert egy valaki biztosan jobban unja nálad, én. Így mostantól az lesz, hogy minden videó végére bevágom ezt a pici részt, így ha már láttad, akkor vedd úgy, hogy vége a videónak. Ha azonban támogatnád akár a bűnlajstrom létrehozását, akár ezeknek a videóknak az elkészítését, akkor érdemes végignézned, mert most mondom el, hogy hogyan teheted, és miért van értelme. Először is talán a legfontosabb, tudod, hogy összeállt egy csapat, vagyis hát igazából két csapat állt össze. Az egyik az arra, hogy ezek a videók készüljenek, tehát így már van mögöttem stáb, vannak segítő emberek, akikkel szeretnénk ezt, hát hogy mondjam, rendszer szintjén, munkaszintjén fenntartani, hogy egyre több, egyre értékesebb videót készítsünk, leginkább az ügyfeltárásról beszélek, és nem a mondjuk az Orbán reakciókról, vagy az egyéb vélemény videókról, hanem konkrét ügyeket mutassunk be neked, hogy ne feledjük el őket. Ehhez kapcsolódik a másik csapat munkája, az pedig egy bűnlajstrom létrehozása, ami egy hatalmas munka. Egy olyan adatbázis-szerű valamit szeretnénk létrehozni, ami bárki által kereshető, de bárki által ki is egészíthető, és bemutatja az Orbán rendszer elmúlt 10-11 éves működését. Terveink szerint névre, cégre, településre, kormányzati vagy bármilyen intézkedésre, egy-egy személyre rá lehet majd keresni, és bemutatjuk, hogy milyen ügyekben volt ő érintett az elmúlt 10-11 évben, hogyan húzott le tőled is pénzt, vagy éppen milyen bűnöket követett el. Ahogy mondtam, erre is kezd kialakulni egy csapat, itt hihetetlen mennyiségű munkára van szükség, hogyha van kedved, te is jelentkezz ide. Ezt megteheted úgy is, hogy a Juhival együtt csoporthoz csatlakozol, de még jobb, hogyha írsz egy e-mailt a juhi@juhászpeter.eu e-mail címre, és jelzed ezt a szándékodat, hogy szeretnél csatlakozni hozzánk. Nem ígérem, hogy én fogok reagálni a leveledre, mert ahogy mondtam, itt is alakul ki egy közösség, akik napi szinten ezzel a projekttel foglalkoznak. És pláne így lesz ez a jövőben, és pláne így lesz, hogyha segítesz ebben te is, ha nem megy munkával, akkor pénzzel. Azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen, elkezdtünk létrehozni egy non-profit vállalkozást, ebbe én magam is beletettem 1 millió forintot a saját pénzemből, de rengetegen támogattátok már így is a létrehozását, ezt innen is köszönöm, meg fogjuk csinálni. Ahhoz viszont, hogy jól üzemeljen ez, és elérjük a célt, tehát hogy egy teljes bűnlajstromot hozzunk létre, ahhoz bizony még szükséges támogatás, és akkor itt most elmondom, milyen módokon teheted ezt meg. Ma még ajándékba adok mindenkinek pólót, aki 6000 forint felett támogatja ezt a munkát. Később azonban ez egy webshop lesz, amikor a cég feláll, és létrehozunk sok-sok pólóból olyan ajándéktárgyakat, vagy olyan termékeket, amiknek a megvásárlásával segíted ezt a tevékenységet. Így te is jelezheted a külvilág felé, hogy elkötelezett támogatója vagy az ügynek, és mi is fent tudjuk tartani ezt a tevékenységet. Támogatást rengeteg féleképpen fogadunk, van sima bankszámlaszám, ezeket mind megtalálod a leírásban, de ide is most kiírom. Van PayPal utalási lehetőség, tudsz TransferWise-on, vagy most már újabban Wise-nak nevezik, vagy éppen Revoluton keresztül pénzt küldeni. A legújabb és legalább ilyen fontos újítás, hogy kriptovalutában is fogadunk támogatást, erről majd talán később külön is beszélek, azt iszonyú fontosnak tartom, ugyanis nem tudom, mit tudsz te a kriptókról, de a lényege számunkra mindenképp az, hogy egy új pénznem, egy olyan pénznem, ami digitális formában létezik, ezáltal nyomon követhető, hogy mire ment el, honnan, hova tart. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ugyanis olyat még nem hallottunk, hogy korrupciós pénzt kriptóban valaki bőröndben vitt. Ezzel lehet igazából megállítani majd a korrupciót, hiszen minden egyes fillérje nyomon követhető. Ennek jegyében ma még azt hiszem inkább, hogy mondjam, jelzés értékkel, de elfogadunk rengetegféle kriptovalutát. Ezt a juhászpeter.eu honlapon megtalálod, mármint hogy milyen pénztárcákba és hogyan tudsz utalni, ha esetleg ilyennel rendelkezel, várjuk ebben is a támogatásodat. De ahogy mondtam, a legtöbbet azért mégiscsak azért, ha te magad is részt veszel valamilyen módon a munkába. Ha nincs kedved ebben, akkor bárhol máshol segítesz, hogy ez a rendszer minél hamarabb, hát szűnjön meg, jöjjön helyett egy jó. Ezért arra kérek én is, hogy minket támogass, de ne csak minket. Illetve ha minket támogatsz, támogass munkával is. Ez lehet csak egy megosztás, lehet egy like, lehet egy hozzászólás, hogy az algoritmus jól pörögjön. Ez mind nagyon-nagyon sokat ér. Ahogy mondtam, jó az, hogyha be is jelentkezel hozzánk a megadott e-mail címen, a Juhival együtt csoportban a Facebookon, vagy akár csak azzal, hogy itt vagy a videó premierjénél, és visszajelzést adsz.
Ez volt az, amit így el szerettem volna mondani, remélem nem olyan dögunalmas, mert mostantól ezt mindig átugorhatod, viszont talán hasznos, hogyha valamilyen módon te is beszeretnél vonódni a munkába. Előre és hálásan köszönöm, hogy segítesz nekünk.